Augusztus 17-én Bonyhádon a Solymár Imre Városi Könyvtár előtt tűzoltó bemutatót tartottak a bonyhádi önkéntes tűzoltók. Az erről készült fotósorozat egy könyv első fejezete lesz, ami a történelmi részt mutatja be. Igen, és még egy ugyanezt lendületből. Két helyszínnel, az egyik egy műszaki mentést imitáló próbatétel volt, most, amit megláttok a bajtársakkal, előkészítünk, itt pedig igazi, tüzetoltós dolgot készítünk elő. A könyv egy új építésű tűzoltóautóról fog szólni, és ragaszkodom mindig a könyveimbe ahhoz, hogy legyen történelmi bázis a könyvnek. Ezért vagyunk itt Bonyhádon, nagy megtiszteltetés, hogy együtt dolgozhatunk. Fantasztikus a Roland csapata, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, illetve a 13. kerületi 5 évvel dolgozunk együtt, továbbá a Tűzoltó Múzeummal, úgyhogy ezért ez a nagy csapat. A tűzoltó a legfontosabb emberek egyike, mondta Borsos Mihály. Összességében nekünk egy ellenfelünk van, a közöny és a tűz. Mert ha ellopják, hát majd megkeresik a rendőrbajtársak, ha megsérül, kell munka a restaurátornak is, na de ha elég, akkor mit tudunk vele csinálni? Tehát, hogy a tűz az egy rettentő. Amennyire fontos az emberiség története során a tűz felfedezése, annyira gyilkos dolog is tud lenni. És a prevenció az, ami ezen segíthet. Többek között ezért csinálunk gyermekrajzpályázatokat, ilyen tűz megelőzési szándékkal, meg hát csináljuk most a könyvünket. A könyv a tervek szerint márciusban fog elkészülni. Ennek a megvalósításában nagyban hozzájárultak a bonyhádi önkéntes tűzoltók és más civilek is. Berk Imre keresett meg, a Tűzoltó Múzeum igazgatója, egy könyv fotózás céljából, amelynek a könyvnek a lényege, hogy bemutassuk a szereket, ami ugye az 1900-as évektől napjainkig hogyan fejlődött a tűzoltóság, és a Bonyhádi Tűzoltó Múzeum rendelkezik több tűzoltó fecskendővel, és ezeket a tűzoltó fecskendőket felhasználva, és itt a tűzoltó bajtársak és különböző kollégák segítségével tudjuk ezt létrehozni itt Bonyhádon. Szent Flórián a tűzoltók védőszentjétől származó idézet így tartja. Uvi dolor, ivi vigilis. Ahol a baj van, ott a segítség.